Kedves diákok, szeretettel köszöntelek benneteket a harmadik adventi gyertyagyújtásnál. Szilvike néni felkészítésével fogadjátok szeretettel a református hittantanulókat. Remény ünnepe. Valami elszakadt, valami elrepett, jegesszél fúj ma át közönyös szíveket. Utcákon rohanó, kapkodó emberek, fogyó pénz, futó vágy, ajándékok hegye. Valami elveszett, valami elszakadt. Számolunk perceket, üldözünk álmokat. Halljuk-e, szól-e még, angyalok, csendeség? Kis szobák ablakán, kopog-e hitremény? Valami mégis él, lelkekben megremeg. Családba hazatér, sok tékozló gyerek. S együtt a jászolnál, csillagos ég alatt, megváltó remény szül, szeretetünk szava. Betlehem. Betlehemben új élet kél, ezt meséli a téli szél. Erről szól a regősének, ebben hisznek keresztények. Betlehem kis jászolban, gyermek fekszik a szalmában, áldott gyermek csillag éjjel, megváltás ragyog szemében. Betlehem fényes éjjel, föld egyesülve az ékkel, hirdeti az angyal sereg, a megváltó megszületett. A fenyők útra kelnek, jöttek hozzánk az erdőből zöld fenyők, ünnepünk pompáját emelik ők. Magas fenyő, szép sudárfa, hol tartasz? Az utcára, ott hirdetem az ünnepet, kicsi Jézus megszületett, koldusnak is van rá jussa, mindenkié a Jézuska. Ez is fenyő, hova, hova? Várj rám egy palota, palotának fényes terme, cukordió kényes terhe, csillagszóró aranypehely, az én helyem egy úrihely. Hanvas fenyő, hova mélytek is törpe fenyő, arra nincs ház, csak temetünk. Ó, én oda tartok éppen, megállok a sírtövében, vallják rajtam pici égők, nem felejtenek az élők. Pici fenyő a nagy hóban, hova tartasz? A kunyhóba. Örülnek majd a gyerekek, ének szóval körülvesznek, ágajon a gyertyát tesznek, úgy szeretnek, ünnepelnek. Hamvas fenyő, csupa pompa, te hová mégy? A templomba, ört állok majd a jászolnál, Betlehemnek fénye remszál, körülöl el az áhítat, örülök, hogy fenyő vagyok. Karcsú fenyő, hova kószálsz? Várj rám a helyi kórház, lázas szemek, fájú sebek, gyógyít viszek gyerekeknek. Szent karácsony, angyalvarázs, földre szállt a vigasztalás. Menjetek ti büszke fenyők, feldíszített állatokon, ragyogjon a szívből jövő adakozó szeretet. Mi az ünnepen minden szívbe békességet vigyetek. Húsan megy az Isten anyja, szívén viszi szent fiát, de sok ember nem hallja meg szálláskereső szavát. Jó emberek, engedjetek házatokba megszállni, ne kelljen az éjszakában szent fiamnak kint fázni. Nyissátok meg házatoknak, szíveteknek ajtaját, kopogtat a kis Jézuska, szállást kér a szent család. Boldog ki szívét, házát ő előtte kitárja, azokat a mennyországba nyitott kapuval várja. Megáldja a házatokat, megszenteli szíveteket, békét hoz a kis hajlékba, letörli a könnyeket. Vígaszt hoz az ember a betegeknek, enyhíti a gondokat, érző szívvel meghallgatja minden panaszotokat. Térj be hozzánk, édes Jézus, boldogságos szűzanya, Szent József felnyitva áll már szívünk házunk ajtaja. Betlehemi pásztorokkal térdre hullva imádunk, maradjatok áldástokkal, mindörökre mi nálunk. Karácsony jön, gyerekek, tárjátok ki szívetek, hely legyen bent jó meleg, fogadni a gyermeket. Nekünk értünk született, felénk tárja kezeit, szívünkben, ha él a hit, remény lángja melegít. Körül fog a szeretet, áthatja az ünnepet, tárjátok ki szívetek, a béke jön, gyerekek. Áldott békés adventot kívánok továbbra is nektek. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, szörgessetek, mámasztok, minden picit.
énekeltetek Bálint bácsival együtt. Ugye advent harmadik gyertyája az örömnek a gyertyája. Az első volt a hit, a második volt a remény, és az harmadik pedig az öröm, és majd a negyedik lesz a szeretet, ami már karácsony közeledtét is már jelzi, hiszen jövő hét után már következik a karácsony. Erről egy kis rövid mese jut eszembe, amikor nagypapa meséli a kis unokájának, hogy minden ember lelkében két farkas létezik, az egyik a rossz farkas, aki mindig gonoszkodik, bántja a másikat, lögdösi, nem tetszik, amit a másik csinál, irigykedik. A másik pedig a jó farkas, aki örömöt szerez, vidámságot, szeretetet hoz a lélekben. És azt kérdezi a kisgyerek, az kisunoka a nagypapától, hogy melyik fog nyerni. És a nagypapa azt mondja, drága kisunokám, azt fog nyerni, amelyiket te táplálod. Hát remélem, hogy ti is a melyik farkas tápláljuk? A? Jó. Jó farkas, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Enikőnének, Itikőnének és a második ABC osztálynak, hogy lejöttek ide hozzánk, és énekükkel elkápráztattak bennünket Bálint bácsival együtt. Köszönöm szépen Szilvike néninek és tanítványainak a ünnepi adventi műsort, Kristófnak és Sanyi bácsinak a technikai segítséget. Kívánok mindenkinek további szép napot, és akkor még jó tanulás mára. Köszönöm szépen!